It's black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Vágjunk is bele az LEC második hetének a vlogjába. Ugye egy-egyen zártuk a hetet ismételten. A Schalke és az Excel csapat ellen játszottunk. Schalke ellen vereség, Excel ellen győzelem. És nézzünk is bele mélyebben ezekbe a meccsekbe. Legalábbis Schalkébe az Excel meccs. Az... Szerintem sokat nem fogok mondani az Excel meccsről, igazából le is tudhatjuk annyival, hogy az Excelnek szerintem a kommunikációja az nagyon nincs helyén. 10-15. perctől kezdve teljesen beszorultak és semmit sem csináltak a pályán, úgyhogy elég esélyesek arra, hogy az utolsó helyezettek legyenek az LEC-ben jelenleg, hogyha nem tudnak ennél többet nyújtani, mert minden egyes meccsen, amit látunk tőlük, elég gyengén szerepelnek, úgyhogy ott nincs minden rendben náluk, az biztos, de igazából ez minket nem is nagyon érdekel. Győzelem az győzelem, és ez a pont, ez kellett is jelenek. Igazából térjünk egy kicsit ki arra, hogy milyen hét volt ez számunkra. Mert szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy a játékunkkal nem voltunk elégedettek ezen a héten. Egyrészben arra is visszavezethető, hogy amilyen gyakorló heten vagyunk túl. Nem tudom, hogy ki hallott róla, de itt Berlinben elég nagy internet problémák voltak. Nem csak mi, de több LEC csapat is nehezen tudott gyakorolni. A négy gyakorló napunkból három ezekkel az internet problémákkal telt, azt mondanám, hogy ez volt gyakorló hetek tekintetében az eddig legrosszabb Splice-on belül, így az egész szezon tekintve. Úgyhogy szerintem részben ez is közrejátszott ahhoz, hogy gyengébben szerepeltünk, más részben pedig amilyen kompozíciót összeraktunk, azt nem sikerült megjátszani az erősségeihez mérten. Szerintem az early game az nagyon jól indult, kidáj voltuk topot, egy az egyet cseréltünk, de ezzel TP előnyhöz kerültem. Nagyon könnyen el lehetett volna vinni a sárkányt. Volt egy elég nagy hibánk, hogy a Szejuani Irelia kombóval nem a prioritásra mentünk rá miden, hanem megpróbáltuk megharcolni a 2v2-t az ellenfélre és ráerőltetni ezt a 2v2-t az ellenfélre. Nem úgy jött össze, hogy kellett volna, nem tudtuk megölni őket, és ezzel a TP előnnyel a Silas vissza tudott volna jönni a meccs a lane-re. Így övéké lett az Infernal, ami nem szabadott volna, hogy megtörténjen, mert TP előnyöm is volt toppon, és prioritások voltak a léneken. Ez volt az egyik probléma, a másik meg ugye mondtam, hogy a kompozíciónkat nem játszottuk meg jól. Ez alatt azt értem, hogy az ellenfélnek egy teljes mértékben teamfight kompozíciója volt. Ugye Braum-juk, Silas-juk, Rumble-juk, Skarner-juk, meg Sivir-juk volt. Ez egy nagyon erős 5v5-ös teamfight kompozíció, ami kruppolni akar és harcolni az ellenféllel. Miközben a mi kompozíciónk, mivel Irelianke és Tamkencsünk is volt, sokkal inkább az oldalsó léneken akar harcolni. Ugye Tamkencs ultival előnyt tudunk így kialakítani, hogy gyorsabban odaérünk Tamkencs ultival, mint az ellenfél botlénye. Top laner be tud TP-zni, és akkor 5v3-5v4-es szituációkat nagyon gyorsan ki lehet alakítani így. Nagyon belekényszerültünk abba a helyzetbe, hogy gruppolni kellett a csapatuk ellen. Például nekem nem volt TP-m, akkor nagyon úgy éreztem, hogy ha lemegyek botlénre, akkor ez egy ingyen nasor lesz számukra. Ezen kívül egyéni teljesítmények sem voltak mindenki részéről szerintem toppon, de ez bármikor előfordulhat, senki nem fog minden meccsen 100%-ot nyújtani, és ez továbbra is csapatjáték, ezt még így is meg lehetett volna nyerni. Hát szerintem teamfightokban nagyon le kellett volna söpörnie minket a Schalkénak, de ők is sokat hibáztak teamfightok során. Például amikor sokat gruppoltak és 4-5 emberes ultikat el tudtam nyomni Kennennel rendszeresen. Ez egy elég nagy hiba volt a részükről, és ezzel benne is tudtunk maradni a játékban. Schalke ezt jobban megjátsz, akkor esélyünk se lett volna ezen a meccsen. De így egy kicsit szorosabb lett, mint aminek kellett volna lennie. Az early game-en itt javítani kellett volna, és mindenképpen az early game során sokkal nagyobb előnyt kellett volna kialakítani, és utána a side lane-eken kellett volna játszani. Ez az, amit el kell hozni a következő hétre. Gondolkozni kell, hogy mit csinál a kompozíciónk, és hogyan lehet az ellenfél kompozícióját megverni. Például, amit összeraktunk, az egy egész erős teamfight kompozíció is volt összességében, mert ugye volt Kennenünk, meg Sejuanink, de nem teljesen egy teamfight kompozíció volt, tehát egy split push kompozíciót meg tudtunk volna venni teamfightban, de nem egy 5v5-ös full teamfight kompozíciót. Ilyen helyzetekben adaptálni kell, és ezt gyorsabban észre kell venni. De biztos vagyok benne, hogy
azt a szintet, amit az első hét során nyújtottunk meg, amit a gyakorló meccseken nyújtottunk korábban, azt vissza fogjuk tudni hozni. Remélhetőleg már jövő hétre, de utána lesz egy 3 hetes szünet a Rift Rivals során. Elég hosszú időszak, de ott sokat lehet majd gyakorolni, és köszönöm szépen, aki végignézte, és további szép napot kívánok, aztán majd jelentkezünk. Sziasztok!